Ebben a végzős vasváris osztályban éppen matek húra van. A 29 diák közül szinte mindenki tovább szeretne tanulni szeptembertől. A legtöbben debreceni vagy budapesti egyetemekre készülnek, de van olyan tanuló is, aki a Nyíregyházi Egyetemre felvételizett. Az osztályom természettudományos és informatika tagozatos osztály, 29 végzős tanulóm van, akikből tulajdonképpen egy kivételével mindenki tovább fog tanulni. Jellemző módon az informatika tagozatról szinte mindenki az informatikával tanul tovább, általában a Debreceni Egyetemen, de vannak, akik az ELTE-re vagy a Műszaki Egyetem villamos informatika karára készülnek. A természettudományos tagozatról pedig a Debreceni Egyetemen, illetve a Nyíregyházi Egyetemen szándékoznak tovább tanulni. Olyan tanulónk is van néhány, aki orvosi egyetemre megy. Jellemző módon 80%-a a diákoknak nyelvvizsgával rendelkezik már. Iskolai szinten pedig 160 végzős diák közül elmondható, hogy szintén kb. 80% nyelvvizsgával szeretne tovább jelentkezni. Az idei felvételizők a legtöbben állami ösztöndíjas alapképzést jelöltek meg első helyen, és átlagosan 3,3 képzésre jelentkeztek. Stéger Csilla, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese televíziónknak elmondta, nagy eredménynek számít, hogy idén többen akarnak tovább tanulni, mint tavaly, hiszen ez a fiatal korosztály demográfiailag csökkenő tendenciát mutat. Az elnök helyettes hozzátette, volt olyan szak, amelyre 10%-kal többen jelentkeztek idén, mint 2017-ben. Nagyon népszerű a képzési területek szempontjából a gazdaságtudományok képzési terület. Ez az előző években is vitte a prímet, és az OECD adatai szerint nemzetközi szinten is ez a terület a lehető legnépszerűbb. Alapképzések vonatkozásában 17%-a jelentkezőknek a gazdaságtudományok képzési területre jelentkezett. Ha a szakokat nézzük, akkor ugyanezt igazolja, hogy a gazdálkodás és menedzsment szak volt a legnépszerűbb alapképzési szakunk, ide idén több mint 4200-an jelentkeztek, de ugyanígy a top szakok között szerepel a kereskedelem és marketing, vagy a pénzügyi számvitel, és a turizmus vendéglátás is. Nagyon pozitív, hogy tovább emelkedik, bár nem nagyon, de emelkedett a műszaki képzési tudományi területre jelentkezőknek a száma. Ez 13,8% az alapképzéses hallgatók közül. Ez is egy nagyon örvendetes tény, hiszen nagyon fontos, hogy meglegyen a műszaki utánpótlás az országban. A műszaki területeknél a gépészmérnök és a villamosmérnök szakok a legnépszerűbbek. Azt gondolom, ez az előző éveknek a trendjeit erősen ismétli, vagy azokhoz nagyon hasonló. A műszaki képzési területhez nagyon szorosan kapcsolódó eredményt ért el a pedagógus képzés, és ilyen módon a harmadik helyre jött fel a képzési területek között, 13,7%, tehát pusztán 1,1%-kal van a műszaki képzési területtől elmaradva. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara már egészen az általános iskolás kortól segít megtalálni a gyerekeknek azt a szakmát, amivel majd aktív korukban foglalkozni szeretnének. Önismereti képzésekkel, kiadványokkal és szakmai tájékoztatókkal segítik nem csak a kisdiákok és a középiskolások, de akár az egész család döntéshozatalát is. Nagy részt osztályfőnöki órák keretében tájékoztatjuk őket szakmákról, hiány szakmákról, melyek azok, amelyeket a munkaerőpiac igényel, ugyan erről a kamarának van elsődleges információja, céglátogatásokat szervezünk azokba a megyei vállalkozásokba, ahol a munkaerőpiacot megismerhetik a gyerekek sok-sok szegmens alapján. Rengeteg pályorientációs rendezvényen veszünk részt, akár kicsi helyi iskolai pályorientációs napokon, akár a nagy országos rendezvényeket, hagy említsem meg. Most április 23-24-én a Hung Expo-ra készülünk 400 általános iskolás és középiskolás diákkal, de szeptember hónapban egy Euroskill versenyre 1000-1300 gyereket fogunk felvinni a megyéből, mind azzal a céllal, hogy a pályaválasztási döntésüket meg tudjuk könnyíteni. A felsőoktatásba jelentkezők 2018. április 19-től az e-felvételi rendszerében folyamatosan nyomon követhetik a rögzített adataikat, azok feldolgozottsági státuszát, és láthatják az eredményeiket, a felvételi pontokat, majd pedig a felvételi döntést. A ponthatárok, valamint a felvételi eredmények kihirdetésének tervezett dátuma 2018. július 25-e.